Kutatáshoz járulunk hozzá, ami biztonságosabbá teszi nem csak a mi életünket, hanem a gyerekeink életét is. Így járulunk hozzá ahhoz, hogy itt mindenki biztonságban érezze magát, és hogy élvezzük az atomenergia nyújtott előnyöket. Az első kísérletek nagyon jól sikerültek, és azóta nagyon szeretek itt dolgozni. Amit a legjobban szeretek ebben a munkában, az mindenképpen, hogy rengeteg különböző projektben részt lehet venni, és választhatunk, hogy mi az, amiben szeretnénk elmélyülni. Nagyon mozgalmas, különböző kultúrákkal megismerkedni. Kísérleti munka, és nagyon fontos a számítási munka is, és ennek a kettőnek az összhangja. Hogy bejárod a világot azzal, hogy kutató vagy. Ugye különféle laborokban új emberekkel tudsz megismerkedni. Egy olyan doktori munkát tudok majd letenni az asztalra, ami tényleg értékes, és közben nagyon sok mindent meg is tudok tanulni. Nagyon barátságos volt a légkör, nagyon segítőkészek voltak az emberek. Ez volt az, ami az embert így inspirálta és magával ragadta. Nap után valami érdekes, eddig nem látott jelenséggel találkozunk, és ez állandóan ébren tartja a kíváncsiságunkat. Nagyon nagy szerepe van a kreativitásnak, szóval bármi új ötletünk van, azt nagyjából meg is valósíthatjuk nyilván a realitáson mezején, de attól függetlenül nagy szabadságunk van, ami nem sok munkára jellemző. Nagyon segítjük egymást, és ez kortól nemtől független. Mindig lehet találni valami olyat, amit érdekes csinálni, és persze mindig jön is ilyen jó sok. Mindenki megtalálhatja magának azt a megfelelő munkát, amivel szeret foglalkozni. Egy sok felfedezést lehet látni csak egy berendezés körül, ami nagy büszkeséggel tölt el. Ezáltal biztonságosabb lesz a földünk, az emberiség. A reaktor tulajdonképpen ugyanolyan önnel látható, mint egy tengerjáró hajó. Az embernek vannak bizonyos eszközei, vannak bizonyos szakértő emberei, akikkel dolgozik. Minden mérés más, minden minta más, és mindenben előfordulhat valami új eredmény. Azért szeretek ebben a kutatóintézetben dolgozni, mert mindig új tudományterületet, új műszaki területet kell elsajátítanom, megtanulnom olyan szinten, hogy azt használni tudjam. És ez egyfajta kreatív szabadságot is ad, és intellektuális kihívást is jelent. Mindig kíváncsi voltam a dolgok mikéntjére. Ez az egész kutatás, ez motivált, hogy valami újat én is kitalálhassak, megtalálhassak. Szellemileg, kulturálisan fejlődni tudok, mindez a potenciált látom ebben az EKA környezetben. Az ember olyan dolgokat fedezhet fel, amikben valamilyen szinten én az első. Nagyon változatos a munka, amit csinálok. Nagyon sok témára láttam rá. Dolgoztam külföldi intézetekbe is. Nagyon sok olyan laborba, meg erőműbe jártam, amiben úgy normál ember nem jut be, és ez engem érdekel. Jól érzem magam, szeretem ezt a munkát. Viszonylag szabadon dolgozhatunk a saját kreativitásunkat. Ötleteinket, azokat kiélhetjük. Nagyon jó érzés, hogy egy olyan munkahelyre jövök, ahol a végeredmény egy olyan műszer, egy olyan kísérlet, ami végül feljut a világűrbe, és ott a mérési eredményeket kiértékelhetjük. A telephely az megfelelően fizikailag védett. Van egy fegyveres őrségünk, a technikai felszereltségünk, illetve az ide beszállított anyagok is nagyon jól védett helyen vannak tárolva. Mi megfelelő védelem alatt vagyunk, azt gondolom. Öröm ide bejárni, öröm a kollégákkal együttműködni, hogy én mindig is úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy egy hasznos munkát végzek. Sokféle tudománynál találkozik egy, mint egy pontban. Tudom, hogy azok a modellek, amiket én most elkészítek, és amik alapján majd hozzá tudok járulni ahhoz, hogy fog kinézni egy jövendőbeli detektor, akkor ott fog állni az a 2-3 detektor, amelyre rá tudok mutatni, hogy na, az a detektor ezért és ezért az én munkám miatt pont olyan, amilyen. Azt csinálhatja, ami érdekli, és a végeredmény az néha hasznosul is, az akkor külön örömet okoz. Rendkívül színes terület, kutatói szabadság adott, és az intézetnek az infrastruktúrája pedig magyar és nemzetközi viszonylatban is elég jónak mondható. Úgy érzem, hogy amit itt kapok, szakmai fejlődés, az megfizethetetlen. Látszik az, hogy ha valamit el tudunk érni, akkor az közvetlen hasznosításra kerülhet. Jó érzés, amikor a világban más kutatók érdemesen találják a munkánkat arra, hogy egy külföldi folyóiratban publikálhassuk. Újabb dolgokat tudok felfedezni, és munkatársakkal olyan dolgokat tudunk csinálni, ami ipari hasznosításra is alkalmas.
nagyon szeretem a munkámat, és azt csinálom, amit szeretek. Mindig is visszahúzott a szívem ebbe a kutatóintézetbe, ahol egy nagyon különleges témával tudok foglalkozni. Nagyon szeretem ezt a munkát. Az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársait mindenhol ismerik, és a munkánkat elismeréssel idézik. Mindenki egy kicsit másban szakértő, és ezáltal jól kiegészítjük egymást. Amikor megismertem az itteni embereket, akkor onnantól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy én itt szeretnék dolgozni, mert olyan munkakörnyezettel, olyan munkakultúrával és olyan emberekkel találkoztam itt, ami azért különleges volt akkor is, és azt hiszem, hogy most is. Minden nap tudok valami újat tanulni, érdekes, amit így élvezek. Ez a változatosság a legvonzóbb ebben a munkában, és folyamatosan új feladatokkal foglalkozhat az ember. Ez az, ami igazán vonzó bennem. Az ember így folyamatos motivációt érez, megvannak a feltételek, hogy azzal foglalkozok, amivel szeretnék. Lehetőségem van más, akár külföldi kutatócsoportok munkájába is becsatlakozni. Tetszett benne ez a kreatív probléma megoldás, ami igazából a mindennapi munkát is jellemzi. Amikor bemegyek a laborba, és egy aktuális problémára koncentrálva beleélem magam, ott vagyok a vegyületekkel, és akkor megszűnik minden más. És akkor vagyok igazán önmagam, akkor vagyok az, aki vagyok, akkor tudok kiteljesedni, és teljesen otthonosan kezdek mozogni a világban. A legnagyobb álmom az volt, hogy egy kutatóintézetbe dolgozhassak, és ez valóra is vált.